Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Egyéni csúcsot gyalogolt a budapesti világbajnokságon Helebrant Máté. A budapesti Honvéd akadémiai csapata nyerte a Sallai József emléktornát. Felkészülési tornákkal hangol a következő szezonra a nyíregyházi kosársuli. 32 csapat játszik a labdarúgó Magyar Kupa vármegyei körében. Egyéni csúcsán közel egy percet javítva a 23. helyen végzett a 20 kilométeres gyaloglásban a budapesti atlétikai VB-n Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló 1 óra 21 perc 16 másodperc alatt teljesítette a távot. Egy nagyon-nagyon hosszú felkészülés után vághattál neki a 20 kilométernek a világbajnokságon az első nap első számában. Hogyan élted azt meg, hogy 2 órát csúszott a kezdés egy nagyon nagy vihar miatt? Elég kellemetlen volt. Az elmúlt 15 évben ilyen nem fordult elő. Nagyon szokatlan volt a helyzet, és hát váratlan, mert egész héten a meleg időre számítottunk, a kánikulára. Esélykabátot besetettem a táskába. És hát úgy készültünk, hogy 8 óra 50-kor elrajtolunk, ehhez igazítottuk a reggelit is, a bemelegítést is, és rajt előtt pár perccel szóltak, hogy közeledik egy vihar, és hogy 2 órát csúszunk. Hát próbáltunk úgy sodródni az eseményekkel, meg várni a híreket, hogy egyáltalán el tudunk-e rajtolni, mert kaptunk olyan információt is, hogy ha nem csendesedik a vihar, akkor a következő napra is átteltik. Szerencsére ez nem történt meg. Hát próbáltam egy újból reggelizni, újból bemelegíteni, mert ez a 2 órás csúszás azért az elég sok volt, szóval mindent újra kellett tervezni. Nagyon sokáig a 35 kilométerre készültél, aztán kiderült, hogy mégis a 20 kilométeres távon indulsz el. Milyen taktikával vágtál neki ennek a távnak, vagy felépítettél-e egyáltalán valamit előre? A nemzetközi verseny utoljára 2016-ban a Riói olimpián versenyeztem. Próbáltam így visszanyúlni ezekhez az emlékekhez a taktika szempontjából, bár igazából már a rögtön a rajt utáni pillanatokban borult minden, mert olyan tempóba kezdtek a többiek, hogy próbáltam nem lemaradni tőlük is, kihasználni az ő tempójukat. Így utólag szerintem ez jó taktika volt, mert az első 10 kilométeren hát majdnem egyéni csúcsot is gyalogoltam, meg az összidőnél ez nagyon sokat számított, hogy az első 10 kilométeren bő egy perccel jobban kezdtem, mint ahogy én szerettem volna. Ez annak volt köszönhető, hogy a többiekkel mentem az élbolyjal. Legközelebb is ezt a taktikát kell választani. Mennyi segített a hazai közönség? Fantasztikus volt a hangulat, a maga a szervezés is, hogy hazai pályán ennyi magyar szurkoló kijött buzdítani. Nagyon sokat segített nekem, hiszen egy ilyen 1 óra 20 perces versenyen azért előfordulnak holtpontok. Most viszont nem tudom, hogy ennek köszönhetően, de egyáltalán nem volt ilyen holtpont. Lehet, hogy ez tényleg annak köszönhető, hogy 10 méterenként mindenhol állt egy magyar szurkoló, és hallottam magyar hangokat. Lehet, ez lendített át ezeken a nehéz pontokon. Egy percet javítottál egyéni legjobbodon, ezzel biztosan elégedett, hogy viszont a helyezésnél volt már jobb helyezésed világbajnokságon is. Emiatt csalódott vagy egy kicsit? Egyáltalán nem. Ha rossz idővel lettem volna 23., akkor csalódott lennék, de mivel majdnem egy perccel megjavítottam az egyéni csúcsomat, ezért egyáltalán nem vagyok csalódott. Most ilyen erős a mezőny, 18-an gyalogoltak 1 óra 20 percen belül, ilyen világbajnokságon még nem fordult elő. És ugye az is jó hír, hogy az idő azt bizonyítja, hogy jó úton haladunk a felkészülésben. Ezt kell a jövőben is csinálni, Józsbának meg nekem, és akkor hát a jövő évi olimpián én is 1:20-on belül tudok gyalogolni. Akkor már sikerülne megdönteni az országos csúcsot is, amit Urbanik Sándor tart, és akkor teljesen elégedett lennék a jövőre is. Milyen versenyek várnak még rád ebben az évben? Ezen a hétvégén lesz Kecskeméten a Superliga döntő, itt 10.000 méteren fogok rajtozálni, illetve a jövő héten lesz Budapesten a csapatbajnoki döntő, ott pedig 5.000 méter gyalogláson fogok rajtozálni.
gondolom egy kis pihenő, utána aztán kezdődik a felkészülés, már említetted a 24-es Párizsi olimpiát, viszont lesz még egy Európa-bajnokság is, gondolom mindkettőn rajthoz állsz. Így van, egy kis pihenőt követően elkezdjük a felkészülést, ami azért is lesz különleges, mert próbálunk most már tényleg csak 20 km-re készülni, illetve jövőre már rendeznek majd váltóversenyt, most először, és hát próbálunk erre is felkészülni. Az olimpia előtt egy hónappal fogják megrendezni Rómában az atlétikai Európa-bajnokságot. Arra már sikerült meggyalogolnom a szintet most a világbajnokságon, szóval arra már nyugodtan tudunk készülni, viszont az olimpiára még rendesen fel kell készülni, mert ott valószínű csak lista alapján fogok kijutni, és annak csak május 31-én fog lezárulni a listája. A Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia csapata végzett az első helyen a Sallai József emléktornán, miután a döntőben 102-65-re legyőzte a Deasz csapatát. A harmadik helyet a Vasas Akadémia szerezte meg, míg a rendező NK-kötvös a 8. helyen zárt az U16-os nemzetközi tornán. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Egy fantasztikus szakemberre emlékezünk ezzel a tornával, és minden csapatnak jó egy értékmérő tornán részt vennie a bajnokság megkezdése előtt. Az elmúlt években az volt a cél, hogy minél szélesebb legyen az utánpótlás bázis, minél több gyerek kosárlabdázon. Mi a tapasztalat, mennyire népszerű a gyerekek körébe jelenleg a kosárlabda? Én azt gondolom, hogy a tömegesítés része sikeres volt, főleg a kosárpalánta programot mondanám sikeresnek, tehát az iskolai körbe sikerült elterjeszteni. Azért fontos lenne, hogy a mennyiségből a minőségbe menjen át ez az utánpótlás fejlesztés. Viszont ami a média megjelenéseket illeti, ott nekem hiányérzetem van, szerintem mindenképpen fontos, hogy egyrészt több magyar kosárlabda mérkőzés kerüljön képernyőre, és én nagyon szeretném, hogyha esetleg Euroligát is lehetne nézni, pláne azért, mert Hanga Ádám az Euroligába játszik. Ha az utánpótlásra visszatérünk, akkor ugye új elnöksége van az MKOS-nek. Ezen a területen terveztek-e esetleg valamilyen változtatást az előlépés reményében? Hát természetesen az elnökségbe bekerült a MOL kommunikációs és marketing igazgatója Pantul Péter, aki egykor ellenfelem volt a kosárlabdapályán, tehát hála Isten úgy média szakember, hogy kosaras múlttal rendelkezik. Én nagyon fontos elemnek tartom ezt a fejlődéshez, és nagyon remélem, hogy az ő vezetésével ez a szegmens is fejlődik majd. A háttérben a Sallai József emléktorna döntőjét hívja a Debrecen és a Honvéd. Ezen a néven harmadik ez a rendezvény, de egyébként pedig már a 10. utánpótlástól, amit ti szerveztek. Honnan, hová jutott el 10 év alatt ez a rendezvény? 2014-ben még szegény Zentai Levente kollégám rendezte, ő szervezte az első akkor 5-ös kupát. 4 csapatos torna volt, egy külföldi csapat jött Szlovákiából, ha jól emlékszem, Kassáról, és a következő év adta meg azt a löketet nekünk, hogy ezt a tornát felfejlesztük egy 8 csapatos, 2 külföldi csapattal kiálló nemzetközi tornává, és ahogy mondtad, ebben az évben a 10. Nyíregyházi Kosárlabda Klub által szervezett nemzetközi utánpótlás torna, felkészülős torna. Egy nagyon fontos jelentősége még van ennek. Sallai tanár úr halála után az 5-ös kupa helyett Sallai József emléktornaként rendezzük meg, ezt emlékezve nagyon kedvelt testnevelőnk és edzőnk a Sallai Józsefre. 10 év után mennyire volt nehéz, vagy mennyire volt könnyű toborozni mezőnyt erre a tornára? Szerencsés helyzetben vagyunk, mert nincs nagy konkurencia, sajnos. Azért mondom, hogy sajnos, mert az országban ebben az időszakban, tudomásom szerint ebben a korosztályban ez egyetlen egy felkészülési torna van, úgyhogy nem volt nehéz dolog jó csapatokat ide hívni, ahogy a mezőny is mutatja. 2 nemzeti akadémia, 2 kosárlabda szövetség által akreditált akadémiai csapat van itt, és 2 külföldi csapat, természetesen nyíregyházi kosárlabda és nyíregyházi sportcentrumon kívül. Ilyenkor van lehetőség arra, hogy vezetők, edzők egy kicsit beszélgessenek. Mi a vélemény a színvonalról? A színvonal az körülbelül olyan, mint a tavalyi évi, hiszen tavaly is a Debrecen és a Budapesti Honvéd akadémiai csapata játszották a döntőt. Remélem, hogy ez majd következő évben egy kicsit nőni fog. Azt mondom, hogy a nagy meleg ellenére jó színvonalú meccseket láthattunk, és le a kalap a kosarazóknak, a sportolóknak, hogy ebben a melegben hely tudnak állni. Akadémiai csapatok, akreditált akadémiai csapatok, külföldi csapatok mellett az NK-kötvösnek nem lettek vérmes reményei. Mire volt jó számotok ez a torna? Arról, hogy felkészüljünk a bajnokságra. Mindenkinek ez az elsődleges cél, hiszen 2-3 hét múlva mindenki már vérre menő tétmeccseket fog játszani. Nekünk az volt a cél, hogy erős csapatok ellen megnézzük azt, hogy hol tartunk.
az elmúlt bajnokságban két korosztályban is bejutott a NK közös az országos főtáblára, ilyen még nem volt, hogy egyszerre két együttes. Az előttünk álló idényben mi a cél? Ugyanez. Szeretnénk, hogy ismét a főtáblára kerül mind a két csapatunkkal, ami egy gyakorlatilag egy iskolai csapattól nem kis teljesítmény. Az NK kötvés számára papíron erősebb csapatok ellen a tapasztalatszerzés volt a szél, és annak felmérése voltatotok a bajnokság előtt. Okosabb lettél valamivel? Mindenféleképpen okosabb lettem, mondhatom azt, hogy még sehol sem tartunk. Tudtuk jól, hogy ezen a tornán három meghatározó játékosunk, akik idősek, úgymond a korosztályvezető tagját 2008-as születésűek, családi elfoglaltság miatt hiányozni fognak. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a csapatomtól, csapatszinten, illetve jó pár játékosomtól egyénileg is sokkal, de sokkal többet vártam ezen a tornán. Időbe jött a pofon, a bajnokság kezdetéig van még három hetünk, tehát bele kell állni a munkába keményen és próbálni a hibákat kijavítani. Vagytok-e létszámban legyen, és tudtok-e eleget edzeni? Vagyunk létszámban, illetve edzés lehetőségünk is van, hisz augusztus hónapban három héten keresztül heti 9 edzéssel készültünk. Inkább azt mondom, hogy az edzésnek a minőségén kell változtatni, tehát túl kényelmesek, túl komfortosak vagyunk egymással szemben edzésen, és ezen a három mérkőzésen megtapasztaltuk azt, hogy rendkívül agresszívan, keményen vélekeznek az ellenfelek. Számunkra ez meglepetés volt, és szinte minden három mérkőzésen 30 vagy ennél több elalott labdánk volt. Ezt az ellenfelek kihasználták, sok könnyű kosarat kaptunk, és azáltal esélyünk nem volt arra, hogy mérkőzést tudjunk nyerni. Tavaly az U16-os korosztály ott volt az országos főtáblán, ebben az idényben milyen esélyt látsz erre? Ezzel a csapattal ugye azért játékos sok távoztak, tehát nem ugyanaz a keret. Valóban kettő játékosunk maradt a tavalyi keretből. Mi szeretnénk mindenféleképpen följutni, nem lesz egyszerű. Ellenfeleket még kevésbé ismerjük, hisz korosztályváltás volt, tehát más csapatokból is vannak kiöregedő játékosok. A célunk az, hogy fölkerüljük, de nagyon nehéz dolgunk lesz. A három mérkőzés tanulságaképpen ezt jöttük le. Beszéljünk egy picit a válogatottról. Neked augusztusban a válogatott mellett is volt elfoglaltságod, egy tornán vettetek részt. Milyen eredménye, milyen tapasztalatokkal lettél gazdagabb? Nagyon jól sikerült tornának mondom. Annak ellenére, ha azt mondjuk, hogy csak ötödiket lettünk a 10 csapatból, így akkor mindenki csodálkozik, hogy miért mondjuk azt, hogy jól sikerült ez a torna. Tudni kell azt, hogy a későbbi győztes lengyel csapattól a csoportküzdelmek során egy ponttal kaptunk ki. A második helyezett Montenegró csapatától 4 ponttal kaptunk ki. Tehát a mi csoportunk egy rendkívül erős csoport volt, hisz minden egyes helyosztót, a keresztjátékot a mi csoportunkból induló csapat nyerte meg. Ami nagyon nagy pozitívum volt az, hogy az ellenfelek, a későbbi győztes lengyel válogatott edzője is gratulált azért, hogy milyen jó csapatjátékot játszva és milyen jó kosárlabdát játszottunk. Ez egy nagyon ügyes, tehetséges korosztály. Én bízom benne, hogy a játékosok is ebből tudnak erőt meríteni, illetve nekem is azt mondom, hogy egy sikerélmény volt, hogy nemzetközi szinten úgymond le tudtuk tenni a névjegyünket. Ez az U14-es korosztály, ugye az első nemzetközi megméretetés már Európa-bajnokságot tekintve, az U16 maradsz-e a csapat mellett, veled mennek-e tovább ezek a fiatalok? Ezt még nem tudjuk, hisz tudni kell, hogy az NKOS elnökségében is új elnök van, illetve új szakmai bizottság állt föl. Információim szerint szeptember elején fog majd összeülni a szakmai és utánpótlás bizottság, és ott fognak majd a jövőben erről dönteni, hogy ki milyen formában, melyik válogatott mellett fog tovább dolgozni. Felkészülési tornát rendezett, illetve rendez a nyíregyházi kosársuli. A két hétvégét is érintő esemény két korosztály számára kínál játék lehetőséget. A szombat vasárnap az U16-osok léptek pályára, a mai és a holnapi nap folyamán pedig az U14-esek mérjük össze a tudásukat. Az U16-osoknál Debrecen volt a vendégünk, a Nagyváradra volt egy csapat, Szolnokra volt egy csapat, és mi voltunk a házigazdák, színvonalas jó mérkőzéseket játszottuk. Reméljük, hogy minden csapatnak ez jól szolgálja majd a felkészülését. Az U14-es tornánk egy kicsit ez egy ilyen hagyományosra sikeredett, mert ugye vannak mérkőzések, amiket most lejátszunk, azért, mert ugye a csata nem tudta vállalni a következő hétvégét, mert igazából ott lesznek többen. Itt viszont ugye a Nagyváradra szintén le tudtuk játszani az U14-ben is a mérkőzést, ugye a csata DS-ét látjuk vendégül, meg mi, mint házigazdánk fogunk most részt venni, és a következő hétvégén pedig jön az NTK, jön az NVS Vadmacskák csapata, jön a Debrecen, és ugye ott ugyanúgy fognak ezek a lányok még mérkőzést játszani. Ha a balatoni edzőtábot is beleszámoljuk, már egy hónapja tart a felkészülés, mennyire vagy elégedett a tapasztalatokkal?
Az igazság, hogy azok a korosztályok, akik végül is a húzóerői lennének ennek a bajnokságnak, értem ez alatt a felnőtt csapatot és a kadetteket, tehát ők tényleg rendszeresen itt vannak edzésen, nagyon minimális hiányzással tudtuk megoldani. A serdülőknél nehezebb a helyzet, mert ők egy napi edzéssel tudunk haladni, mert ugye ott azért elég fiatalok még ahhoz, hogy ők önállóan tudjanak közlekedni, ezért ugye ott mindenféleképpen a szülőre van hagyatkozva a gyerek. Ezért ugye náluk egy kicsikét rosszabb százalékhoz edzésre járás, de ők is azért mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt a napi edzés azt meg tudják oldani. Az elmúlt idejében a felnőtt csapat nagyon jól szerepelt, de jutott a rájátszásba. Mennyiben változott meg a keret? Az igazság, hogy teljesen meg fog változni a keret. Tehát, hogy az előző évhez képest 9 játékosunk az, aki nem fog ebben az évben pályára lépni, ki azért, mert tanulmányokok miatt, a többség az leginkább azért a Budapesten fog tovább tanulni. Egy-egy középiskolásunk hagyja abba tanulmányokok miatt. Az igazság, hogy nagyon sajnáljuk, de olyan helyre szeretnének tovább tanulni, ahol nagyon fontos az, hogy a megfelelő pontokat tudják vinni, meg esetleg még nyelvvizsga is hiányzik. Volt ugye sajnos sérültünk, a Varga Kamilla visszament Sopronba, tehát innentől kezdve kicserélődött majdnem az egész csapat. Általában így vagyunk, egy-két évig jó, azt mondtam, hogy megint elkezdünk építkezni, szintén megpróbáljuk föltölteni úgy a utánpótlásból a csapatot, vagy megpróbálni úgy beiskolázni, talán egy-két gyerek marad itt Nyíregyházan, és akkor abban próbáljuk majd meg felvenni a versenyt a következő évadban. Melyik csoportba kapott besorolást az NKS? Mi maradtunk volna a piros csoportba, de a játékos állományunk csökkenése miatt nem mertük ezt bevállalni, tehát ugye itt azért az NB1-es klubok utánpótlás csapatai fognak játszani, sőt ugye a tapasztalatok alapján azok a játékosok, akik ugye még nem töltötték be 23 életévüket, és lazán játszanak NB1-ába, azokat is visszajátszhatják abban az esetben, hogyha kevesebb játékpercet töltenek a pályán. Így úgy gondoltuk, hogy nekünk a fehér csoport talán egy jobb lehetőség lesz arra, hogy a játékosok sikerélménye is meglegyen, és itt is azért nagyon jó kis csapatok vannak, mert azért a Győr is itt maradt ezen a területen, tehát jött a Baja, több budapesti csapat van, akik ugye eddig is itt az élmezőnyhez tartoztak, és meglátjuk, itt próbálunk még valamilyen szinten helytállni. A csapat válogatott játékos, a Dobó Lilla egy év múlva magasabb szinten szeretné folytatni a kosárlabdát. Tud ebben a szezonban úgy fejlődni, hogy meg tudja majd ezt a szintet lépni egy év múlva? Egyértelmű. Tehát ugye is igazából azért neki mindig egy egészen más jellegű munkát kell végeznie. Tehát ugye ott mindig vannak olyan külön egyéni képzések, ami részt vesz. Mellette ugye itt a csapatjáték az, ami dominálhat. Tehát az ő szempontjából vannak olyan játékos, akikkel fog tudni edzeni, tehát ebben gond és probléma ha nincs. Eddig sem mondhatjuk azt, hogy most hűha meg mekkora sztárjátékosok voltak, mindig is egy ilyen kis kuli munkások voltak mellette, ebből is ki lehet nőni, és ebből is meg lehet oldani majd a következő évek, én úgy gondolom. Harminckét csapat lép pályára a labdarúgó Magyar Kupa Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei selejtezőjének második körében. A mérkőzéseket szeptember 6-án játsszák le. 34 csapat nevezett az idén Magyar Kupába, így el kellett érnünk azt, hogy 32 vagy 16 csapat jöjjön ki. Ezért úgy döntöttünk, hogy a tavalyi évek eredmények alapján 4 csapatot kiemeltünk, és velük rendeztük volna az első kört, de a 4 csapatból Nyírt Ura az egyik visszalépő volt, és a kupa kiírás úgy szól, hogy a megyei bajnokságban, illetve az MLS által rendezett bajnokságban résztvevő csapatok részére van a Magyar Kupa kiírva. Mivel Nyírt Ura visszalépett a bajnokságból, ő természetesen kupába sem játszhatott, így az ő ellenfele játék nélkül jutott tovább, így egy megyei harmadosztályú párosítás volt az első kör igazából. Így lett meg a 32 csapat, innentől viszont már egyenes kiesésben megy tovább. Milyen szabályok vonatkoznak ezen a szinten a kupameccsekre? Ugyanaz, mint a korábbi években, sorsolásnál az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó csapat, döntetlen esetén hosszabbítás nélkül büntetőrúgással folytatódik a játék mindaddig, míg el nem dől a mérkőzés, illetve
A döntetlen esetén nem azonos osztályban játszó csapatoknál az alacsonyabb osztályú a továbbjutó. Lehet-e már tudni, hogy hány vármegyebeli csapat jusson az országos főtáblára? Nem tudjuk egyelőre még, azért is van ez a sorsolási mizéria az elején, hogy szeretnénk olyan párosításokat kialakítani, amiből bárhány vagy bármennyi csapatot tovább tudunk juttatni. Így, hogyha 8 csapatot kapunk, akkor a 8 fő is megvan, de 6 csapatot is tovább tudunk juttatni, így meg lehet oldani a dolgot. Az elmúlt években nagy sikere volt a vármegyei, korábban megyei kupadöntőnek, folytatódik-e majd ez a hagyomány? Természetesen ebből hagyományt szerettünk volna eleve teremteni, és úgy gondolom, hogy évek során igazolódott is a várakozásunk, és népszerűek ezek a mérkőzések, nagy derbiket vívnak a csapatok, és megfelelő nézőszám mellett. Rangja van a megyei döntőknek, én úgy gondolom, hogy ezen nem szabad változtatni. Egy kupasorsolásnál mindig adódik a kérdés, hogy elégedett a kisorsott ellenféllel az adott csapat vezetője. Ti Tiszaszalkát kaptátok, mit szólsz hozzá? Kicsit sötét ló nekünk Tiszaszalka. Nyilván örülünk neki, hogy most nem megy egyes ellenfélekkel találkozni, bár igazából mi a kupába azért is szoktunk többek között nevezni, hogy erősebb csapatok ellen játszunk. Tavaly ebből nagyon jól jöttünk ki, sikerült főtáblára jutni. Nyilván szeretnénk most is tovább jutni, de biztos, hogy nem lesz egyszerű idegenben a Tiszaszalka ellen. A bajnokság már elkezdődött a Bili számára, nem túl jól, de hát egy forduló ment le, milyen célra, milyen felkészülés után vágtatott neki a szezonnak. Szeretnénk az első 5-be végezni, ezt az első meccset nagyon elrontottuk. Hát az első 20 percben az nagyon úgy nézett ki, hogy nekünk áll a meccs, aztán gyermetek hibából kaptunk 2 gólt, onnantól vége lett a meccsnek, hát megpróbálunk minél előbb javítani. Milyenek a körülmények? A kisműfős pályán tudunk edzeni egyet, illetve Újfehértón edzük a másikat, mert a mi pályánkat most csinálják. Egyébként nagyon rendezett a körülmények, fedett lelátó van, 150 fős körbe kerítve a pálya, tehát szuper kis létesítmény, csak ugye pont a leglényegesebb dolog a pálya minősége volt olyan, amilyen, de szerencsére már ez is rendben van, már be van füvesítve a pálya, várjuk, hogy erősödjön a fő, és akkor haza tudjunk költözni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!